A jeles napon azok is felkeresték a tudásközpontot, akiknek, bár ez régi vágyuk volt, erre korábban nem volt lehetőségük. Nagyon kellemes, jó érzés bejönni, nagyon kedvesek az emberek, úgyhogy szeretettel fogadtak bennünk, és a kenyérosztás is nagyon, nagyon tetszett nekem. A programelem Árpádházi Szent Erzsébet legendájához, azaz a rózsacsodához kapcsolódik. Ezúttal az erdélyi viseletbe öltözött leány a vendégeket kínálta frissen sült kenyérdarabkákkal. Én néptáncolok, úgyhogy ezért is közel áll hozzám a hagyományőrzés kicsikorom óta, illetve csináltak az itteni kézművesek nekem egy ilyen szép koronát és fejdíszt is. Itt voltam a tudásközpontban szakmai gyakorlaton, és ezért kértek fel, hogy segítsek ebben a programban is. A jótékonyságot szimbolizáló virágot a látogatók többféle anyagból, csuhéból, bőrből, szalmából és nemezből is elkészíthették. A műhelyben pedig a csipkeverés fortéjaival ismerkedtek. Gorcsai Tudásközpontnak egyik feladata, hogy a hagyományokat, a jeles napokat, a szokásokat megüljük, megtartsuk, és megismertessük itt a generációkkal. Erzsébet naphoz nagyon sok szokás fűződik, és ez alkalomból szerveztünk kézműves foglalkozásokat. Árpádházi Szent Erzsébet emlékére, aki gondoskodott a szegényekről és az árvákról, adománygyűjtést is szerveztek. Az írószerekkel, édességekkel és játékokkal teli kosarat a Dózsa iskola tanárának adták át. Az ajándékot a nehéz körülmények között élő diákok között osztják majd szét.